A Zrínyi kiadó kínálatában az idei évtől újra megjelennek az ifjúsági regények. Céljuk, hogy a kortárs írók tolmácsolásában közelebb kerüljenek a gyerekekhez múltunk nagy alakjai, történelmi eseményei. Megismerjék a nekik már nagyon távolinak tűnő korszakokat. Itt van velünk a stúdióban a Karacs, egy ős magyar kiskamasz kalandjai című ifjúsági regény írója, Urbánszky László. A szerző számos nagy sikerű történelmi regényt írt már. 2010 óta publikál, eddig 17 könyve jelent meg. Az interneten olvasható, hogy közel áll hozzá a természet, élete során volt dunai hajós és batikoló, jelenleg faművesként dolgozik. Számos nagy sikerű történelmi regényt írt már. Hogyan kezdődött az írói pályája? Hát a legtöbb írónak úgy kezdődik el a pályája, hogy hatalmas elszántsággal elszánja magát. Még gyerekkorában kockás fizet minden, én nem. Én egy baráti fogadást követően elkezdtem novellát írni, teljesen hecből, 56 éves koromban körülbelül, 2008-ban, 12 évvel ezelőtt, és beleszerettem. Ez a hec akkor nagyon jól sikerült, mert ha jól tudom, számos kötete a Bookline sikerlisták élén volt. És melyik korszakról szeret a legjobban írni? Hát 6 kötetet írtam IV. Béláról, illetve a tatárjárás utáni közvetlen azt követő év, 6 évet fogtam át. Utána a Helikon kiadónál írtam a kalandozások koráról, bár már másképp kell mondani. És most kezdtem el a történelmiben írni a vérszerződést, illetve a vérszerződés, pozsonyi csata, honfoglalás, mondjuk a kettőt megfordítva, és utána befejezésként pedig a pozsonyi csata. A Zrínyi kiadó kínálatában most viszont egy ifjúsági regénye jelent meg. Miben volt más ilyen célközönségnek, a fiatal gyerekeknek írni, mint az eddig megszokott? Hát egyrészt nekem minden egyes regényemben fölbukkantak az állatok és a gyerekek. És véleményem szerint, meg hát sok olvasom szerint is elfogadható minőségben írtam a gyerekekről, és Fodor Veronika megkeresett, hogy nincs-e kedvem. Kicsit szabódtam, idegen volt a terület, de nagyon megszerettem, annyira, hogy majd folytatni akarom. Értem. Miért pont a honfoglalás előtti időszakra esett a választása? Abba szerettem bele. Mi szeretünk bele egy nőbe? Nem lehet tudni. Pár mondatban foglaljuk össze, hogy akkor ki is ez a Karacs, a regény főhőse? Hát Karacs egy 892-ben élő, Dunántúlon élő kiskamasz, egy nagycsaládban, egy pásztorkodó magyar nagycsaládban. Tudnivaló, hogy 892-ben Dunántúlon még a pannoniai őrgrófság volt. Tehát frank, az a német terület. Neki a viszontagságaért szól az egész regény, gyakorlatilag lerohanják a szálláshelyet, egyfajta rabszolgaságba, jobbágyságba, elrabolják az embereket, néhányat megölnek, elrabolják, elhurcolják több száz kilométert Veszprém környékére, ahol akkor bizonyítottan volt már apátság, meg. Egy nagy székhely volt, Karacs pedig utánuk megy 10 évesen, és hősiesen ki akarja szabadítani. Egy hatalmas, önbizalmú, szeleburdi, nagyon édes, nagyon szerethető kisgyerek. Amikor először kezembe vettem a könyvet és elolvastam a fülszöveget, akkor először azt hittem, hogy hát igen, csak tragikusan indul az eleje, de hát azonban akkor most így, ha fogalmazhatok, akkor happy end lesz a vége. Nagyon, nem csak a happy end, ez egy vidám, tehát nem mondtam még, hogy rám jellemző a humor. Tehát, hogy valamilyen módon mindig belecsöppen a humorból jókora adag. Fogalmazhatunk akkor úgy, hogy a könyv is a humorra alapul. Hány éves korosztálynak javasolja? Hát szerintem 10 évestől már nyugodtan, és akár a nyugdíjasoknak is. Tehát nem túlságosan gyerekes, úgy értem, tehát hogy semmiképpen sem infantilis a stílus. Hogyan sikerült kialakítani a kapcsolatot a honfoglalás és a mai kor fiatalságával a könyvben? Ember az ember. Tehát én, mivel nem tudok, hogy magyarázzam meg, ugyanaz az ember van, csak akkor direktebb közegbe került, tehát közvetlen életveszély. Nálunk is van életveszély, átmegyek az úton, elgázolnak, de az akkori a sokkal durvább. Nincs ennivalója, nincs egy felnőtt ember, aki megvédeni, farkasok támadják meg, ellenséges emberek. Elviszik rabszolgának, szó szerint, tehát akkoriban még volt rabszolgaság. Tehát őt nagyon nagy veszély fenyegette, és nagyon ügyesen megfelelt neki. A főhősön kívül melyik karakter volt a könyvben, amelyik a legközelebb állt a szívéhez? A kutya.
Hát őt Nagy Gubancnak hívták. A probléma az, hogy én azt hittem, hogy én egy szellemes nevet találtam, de Nagy Gubanc előfordul, nem tudom elnézést, hogy kinek a művében, mint cím, tehát már létezik ez a Nagy Gubanc. Ő egy nyugodt fiatal kutya, de egyébként agresszív, önbizalommal teljes, okos, belemenős. Ő volt éppen az idősebbik bátyja, vagy a testvére a Karacsnak. Nem került el a figyelmemet, hogy valamit magával hozott a stúdió beszélgetésünkre? Hát ezt én hezből hordom magammal. Valódi fegyver, valódi rugóacél anyagból készült. Azért hordom, mert még jobban emlékeznek rám. Semmiféle épeszű indokom nincs rá. A könyvet Szercevó Dorottya illusztrálta. Meg tudnám mutatni esetleg, hogy melyik a legkedvesebb illusztrációja az ön számára? És közben... Ha-ha-ha-ha! Ezen a képen nem tudom, mennyi látszik belőle. Karacs próbál esőben szalonnát sütni, és közben takarózik egy ilyen óriási ingel. Tehát ilyen optimista ember, aki eldöntött, hogy szalonna lesz, akkor ő szalonnát süt, kész. Nagyon édes. Tehát jellemző rá az, hogy lehetetlen dolgokba kezd. Maga az ifjúsági regény mekkora időszakot ölel fel? Beszélhetünk hónapokról, esetleg évekről? Hónapok. Benne van a folytatás lehetősége maximálisan. A regény egyszerre humoros akkor és kalandos is, és mindemellett ugye bemutatja az adott kort is. Hát tekintet arra, hogy ez a szakmám, de hát ebben a témakörben ugye írtam akkorra már, mit tudom, 6 regényt, 7-et, 7-et. Honfoglalásból, hát igyekszem, hát könnyű a dolgom, mert abban írok amúgy is. A könyv nyelvezetét leszámítva még milyen akadályokba ütközött, illetve miért volt nehéz most más célközönségnek, a fiataloknak írni? Semmiképpen sem mondom azt, hogy én vad dolgokat írok, de azért benne van a naturalizmus. Tehát azért döglegyek szállnak a többi regényemben, kiontott vér párállik, sok ilyen ebben nincsen. Tehát ebben úgy szégyenlősen elkerültem, remélem, hogy sikerült már, vagy éppen kijavították, azt arról nem is tudok. Igen, hát nagyon kíváncsivá tett, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha pár mondatot felolvasna a regényből nekünk. Sajnos ezt muszáj hordanom. Tehát Karacs egy nádasban bújkál a frank, illetve német ellenség elől, és közben nagyon éhes, és nagyon egyedül van. Kificamodott bokával, felnőttek társasága nélkül. Egyszer csak meglátja majd, ez nem pontos idézet még, meglátja majd a szálláshelye, a faluja egyik hatalmas komondorát, aki segített az ökröket, a marhákat őrizni. Jaj, de jó, hogy látlak, lelkendezett Karacs, amikor felbukkant a szürke domb. Komondorból sokat tartottak a nagycsaládban, főleg kint az állatok mellett. Farkasokkal verekedni, marhát terelni. A szálláshelyet is ez a fajta védte. Karacs sokat felismert közülük, de ezzel a komor óriással nem találkozott, legalábbis nem tudott róla. Biztos volt benne, hogy a nagycsaládhoz tartozik, hisz ekkora állatok nem kóborolnak a pusztán, mert ha igen, akkor a felnőttek veszélyes vadként kezelnék és lenyilaznák. Ugyanúgy bánnának el vele, mint a farkasokkal. Bár ösztönösen kedveskedett a gubancos óriásnak, az is felmerült benne, hogy milyen nagy biztonságot jelentene, ha magához tudná csábítani. Fogtál magadnak halat? Kérdezte a nyilvánvaló. A kutya éppen halat evett. A kutya megvetően nézett rá, és annyira se becsülte, hogy elkerülje. Gőgösen, merevre véve lépteit, úgy ment el a gyerekember mellett, hogy vastag szőre végig súrolta. Kutyák részéről ez nagy sértés. Durva szőre fájdalmasan dörzsölte a fiú rongyok alól előbukkanó bőrét. Én is jó vadászok. Szólt a kutyának Karacs, megemelve az időközben kiforogott kemény fa szigonyát. Lelkesen követte az állatot, nagyon akarta a barátságát. Szőrhegynek nem tetszett, hogy megy utána, de úgy nevelték, hogy a szálláshely embereit tilos bántania. Amikor egy száraz tisztással értek, mégis szembefordult vele. A kölyökemberrel lejtette a halat, és fenyegetően hörögve rámerett. Tiltás ide vagy oda, ő akkora állat volt, hogy evés közben csak saját gazdája közelíthette meg. Huha, nyögte ki Karacs, mert a szürke gubancból előtűnő vérvörös, ingyel keretezett fogazat nagyon ijesztő volt, főleg a nagysága miatt. Így a kis részlet hallatán is várom a folytatást, szívesen fogom én is tovább olvasni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
Urbánszky László Karacs című ifjúsági regényét az Rínyi Kiadó weboldalán most kedvezményesen vásárolhatják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!